Hello, Feri. Mizu, minden oké? Okay? Jó reggelt, Spiro. De picsa kész voltam tegnap, gyerekek. Azt a mindenit. Ezek a frontok egyre vadabbak. Helyzet? Most minden szép és jó. Tegnap voltam nagyon rottyon. Jönnek a hideg front, meleg front, váltogatják egymást, jönnek egyszerre. Hú, tegnap nagyon fájt a fejem. Munkából is ki kellett vennem fél nap Szabit. Egyszerűen ülni nem tudtam, annyira rossz volt. Gyógyszer, alvás. Most rendben vagyok. De ez a tegnap, az nagyon kuka volt. Hello, Daniel. Oh. Az. Megbaszott a front tegnap rendesen. Fú. Nagyon-nagyon rottyon voltam. Hát jön most minden, Feri. Lehet majd kertészkedni. Csak ne legyek rottyon. Mert gyerekek mellett ez a legnagyobb kicsúszás. Make your dreams come true! Úgy. Ha, minden bajom volt tegnap. Hát nálunk édesapám, a feleségem, meg én, akik ennyire frontérzékenyek vagyunk. Ezt így mindig ki kell bőjtölni a végét. Na, ugye? Így bemelegítő bot meccs. És nem volt kedvem várni fél órát, hogy beadjon egy kört. Szia, Józsi! Te is, Daniel! Hát! Akiknek nem szokott fájni a feje, nem is tudják, hogy milyen nagy áldás ez. Ugye voltunk a kisnál még nyáron. Ott volt Wanger is, és akkor mondta, hogy menjek már el Koponya CT-re. Hát mondom, nincs miért elmennem, mert ez egyszerű mezei frontérzékenység. Ott is ugye jeleztem, hogy kezd fájdogálni a fejem, úgyhogy bevettem egy bogyót. És kérdeztem, hogy milyen gyakran van ez. Hát mondom, hogy havonta kétszer, háromszor egy jobb hónapnál. Ezzel nincs mit tenni. Hát nekem a térdem, meg a fejem. Milyen helyzet, Józsi, jobban vagy? Vagy még mindig genyó van? Mondjuk nyomás néha én is érzek a mellkasomon, amikor valami nagyon durva ilyen időjárási jelenség van. Klassz, mi? Végez velem az időjárás. Még gatya? Józsi, drága barátom, hogy mindig van valami nyűg, igaz? Pedig olyan jól is lehetne, nem? Mindenki csinálná a dolgát, mindenki jól érezné magát. Milyen egyszerű lenne? Dínók is elég erősen frontérzékenyek lettek a meteoritokra. Ahogy a Apatosaurus is ott sopánkodott, hogy kurva életben megint mennyire fáj a térdem, nem hiszem el, nem hiszem el, és még az a rohadt meteorit is ott jön. Hát, ez egy fos nap lesz.
Na, a láz nincs, akkor az már a gyógyulás első jele. A szervezetednek már nem kell mit kiírtania. Hello? Várjátok egy pillanatra? Szabból nem írta hozzá az egyest. Akkor a visszatérő szabokat nem is számolja? Ez ilyen gennyes dolog? Kicsi streamernél minden szab számít. A visszatérő is. Ezt nem lehet beállítani? Nem nevet, ez véresen komoly. Ez véresen komoly, kedves Spiro. Fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Hát kinyitott egy bot az ajtót, vagy lehet, hogy player? Ha meg dolgoznom kell majd, mint a hülye. Mert így, hogy tegnap kiesett egy fél nap így. Ezt nem csinálja meg más helyettem. Nincsen Hawaii Dizsi. Csokolom. Ott a Red Dot, jól van. Meg kell egy Ace. I just want... Jó. Ez most meglepett. És még szerencse, hogy bot volt. Hoppá, na hát itt van nekem minden. Ó, te! 4x, akkor az legyen inkább beseler. Jól van. Nem tudom még, hogy ma mennyire megy a lövés. Tegnap voltak jó headshotok. Nem tudni, hogy ma mi a menü. Kapkodós volt a tegnap, kevés volt az idő. Hát Mr. Daniel, ezek így néznek ki mostanában. A botok fejlődtek. Tegnap is volt egy olyan köröm, hogy a botok megöltek két playát. Nem tudják, hogy hogy kell lőni, azt véletlenül eltalálnak. Meg most már nincsen beállítva, akik ez a hármas bőrszöt adjon, aztán hagyja abba. Nem. Amíg lát téged közelről, tunkol. Mint az őrült. Úgyhogy különösen fontos most már tárazni. Ha kell, ha nem kell. Mert adnak egy répát a botok. Ja, mink vannak? Szerda? Jól emlékszem. Ja igen, mert ma még tesztelek, és holnap meg upload. Mindig csak a munka. Nyerjük már meg az ötös lottót! Azt nem is tudom egyébként, hogy squadba hogy viselkednek. Endelnek téged, vagy nem? Érdekes kérdést kezdtünk el feszegetni, uraim. Nem? Akkor jó. Akkor ők még nincsenek a kiégés határán. Na. Hát az a helyzet, Daniel, hogy néha azt érzem, hogy nálam is ügyesebbek. Mondjuk az biztos, hogy több óráik van a játékban a botoknak, mint nekem. De hát nem ár. Na jó, vegyünk fel még egy adagot és kész vagyunk. Tehát a knock után... Már békén hagy. Ezt jó tudni. Ez egy hasznos információ. Akkor ez, és már kész is vagyunk. Jó, hármas vesznek, azért örültem volna. Meg annak is, hogyha reggel kinyitottam volna egy jó skint. Ehelyett valami habcsók MK skint nyitottam. Igen, tehát
olyan kétpólusúak a botok, hogy van, hogy ott áll előtted, és egyszerűen nem tud eltalálni, meg próbál bebújni egy kő mögé. És van, hogy észre se veszed, hogy melyik bokor mögött van, és már fejbe lő karral. Bup. Jó. Meg imádom egyébként, hogy olyan jó megérzéseik vannak, hogy a lövés pillanatában rögtön abba adja a futást. Ó, egy playernek annyi. Összetalálkoztak. Megjött a Temutól a csomagom. Rendeltem egy csöpögtetős öntözőrendszert. Meg kefét, meg dörzs szivacsot, meg hajgumit. Ha engem Sotival lőtt már le. Engem végzett már kibott. Hello. Hát ide fut. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. Ja, a PGS ruha. $5,900 kredit volt. Hú, az azért nem kevés. Az ilyen spéci, jó kinézetű, mert nekem most így nincsen meg a kép a fejemben. Albatrossz vagyok. Ja, menni kell majd befele. Ah, de még nem vészes. Kicsit szét akarok nézni. Á, ott van. Oké. Okay. Ő nem állt meg a lövés pillanatában. Hálás is vagyok érte. Sántít nekem az a kocsi ott. Lehet, hogy mindjárt kapunk egy lövést oldalba. Igen? Neki van. Tudnak nagyon jó skineket csinálni egyébként, hogy egy kicsit odafigyelnek. Nagyon jó skineket tudnak csinálni a PUBG Corp-nál. De néha megfeledkeznek magukra és olyat raknak, hogy két hónapig próbálom kinyitni, mint ezt az MK skint, ami volt. Kár is több accountról játszani, hogyha nem szoktatok együtt. Így legalább lehet haladni a küldikkel. Ő nem akar veszekedni. Mi van arra? Jó. Mi a manó? Az összes player itt van. Ó, hogy a player-t lőttem fejbe, ó.
Hát ez váratlan fordulat. Azt hittem, hogy megálltott egy bot, én meg szíveséget akartam tenni a playernek, hogy tudjon rám figyelni. Áó. Akkor elnézést. Nem figyelek, oda fejbe lövöm az enemit. Hát tulajdonképpen azért van ez, mert Albatrosz vagyok. Valamiért úgy érzem, hogy onnan rám fognak lőni. Mostani skinek a kör után megnézem, hogy mik vannak, mert nem figyeltem különösebben. Oda, itt ha megvan az MK-n, teljes embernek érzem magam. Az ott egy kocsi? Nem, az ott egy árnyék. Hű, nem ittam elég kávé, gyerekek. Neked pasi karaktered van? Az én pasi karakterem akkor tűnt el, amikor kinyitottam a fehér latex ruhát. Addig nekem is pasi karakterem volt. Á, ott ment a kocsi, jól van. És még mindig megy. De figyelj csak! Hadd lőjelek már egy. Csak a Red Zone-ból akarok kievickélni. Ah, légvédelmi üteg. Ez benne van a Red Zone-ba, de... Remélhetőleg nem pont itt akar rá. Ajajaj. A kocsi. Aha, ott is van. Hoppá! Aha, ott van a háztető, most ugrott le. Na, akkor leskelődünk egy kicsit. Kocsija az ott van hátul. Ez nem volt jó. Így már jó. És most tudja a gyerek, hogy itt vagyunk, úgyhogy helyezkednünk kell megint. Ó, ez egy kicsit magasan van.
kocsi az még ott van. Nem tudok felmenni a kőre. Jó van. Hoppá, papá, pá. Akkor van Dragunov, meg Lee Enfield. Ja, bocs, Mozin. Itt nincs Lee Enfield, az a kod. Ott van valahol fönt, csak innen nem látni. Arra. Hoppá! Na erre mondják, hogy időre megy. Főleg, ha van kocsija. Kicsit megállunk. Kicsit szétnézünk. Még nem látok mozgást. De már hallom. Aha, az egyik már jön. Baszki, és pont roppan itt. Hát arra nyilván rámegy. Bement a házakhoz. Ott a másik. A mindenit. Gyerünk, veszekedjetek egymással.
Az igen! Az igen! Meg se kérdezem, hogy mimet találtad el, hogy ennyire. Névkiírásra gyűjtesz, Józsi? Hát... Lucky shot, az biztos. Jó betalált. Örülök, hogyha visszanézem replaybe, teljesen más lenne, mint amit én láttam. Viszont most már szerintem a random mehet. Ó! Oh. Ó, oh. Bocsi, körután megnézlek. Tévedtem. Hehehe, éjszakai vikendit, azt nincs az Isten. Na lássuk csak Spiro karakterét. Fail. Hol is van Spiro? De hát Spiroval már játszottam. Vagy csak nem látom. Ez egy level 2-es, az nem a mi Spironk lesz. Második osztó. Ja, nem látom. Ó, oh, sweet Jesus! Anyám! Aha. 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 Halálos pusztító. Na nézzük, mik vannak a mostaniban. Oké, van egy elég látványos M24. Hát igen. Jó. Kétféle színben. Ez bejön. Szeretem az ilyen cyberpunk minimál stílusúakat, főleg ebben a színösszeállításban. Na, én kinyitottam ezt. Mi ennek a fantázia neve? Sun Wukong. Hű. És innentől kezdve már a futottak még kategória. Még kettőt tudok venni. Akkor ebbe a lábba lehet, hogy még ki fogunk nyitni egy ládát. Jönnek az üzenetek. A tippelnem kéne kedves feleségemre. Ja, innen kezdve. Oké, okay, jó. Jó. Temu, csomagját kézbesítettük. Ez így van, ez így van. Progresszív mini meg M4. Az M4-et azt lehet, hogy bevállalnám. Az olyanokat még használom is. De ebbe nem látok. Vagy az máshol van? Sztóros téma. Au. Oh. Közben meséljetek, ez valakinek valami izgalom a mai napra. Józsinak egy lehelletnyi lábadozás. Ó! Oh. Tessék, gyerekek! Süt a nap. Sunshine Regi. Csarnok. Oázis. Hozd el anyád is. Akkor elmegyünk oda. Piros háromszögládában. Aha! Azt képzeld, hogy volt nekem ugye 20 darab olyan fekete láda, amivel lehet pirosat is nyitni. Hát, nem, 30-ból 2 darab olyan prime ládát kaptam, és nem volt bennük semmi. Úgyhogy ez megint ilyen G-coinos téma, hogyha valaki nagyon rá akar függni, de én köszönöm, inkább nem. Viszont azt majd meg kell nézni, hogy hány darab ilyen fesztivál pontunk van. Mert szerintem már van annyi, hogy nyissunk valamit vele. Közben jó reggelt mindenkinek. A pontos idő 8 óra 56 perc. Odakint kellemes napsütés van nálunk. Legutóbb 6 fokot mértem. Remélhetőleg ez egy elviselhető nap lesz mindenki számára.
az 5-ös lottót nem nyertem meg, a 6-os lottót nem nyertem meg, úgyhogy a héten még dolgoznom kell. Pedig titkon reméltem, hogy elviszem az 5-ös lottó fő nyereményét, és kisorsolhatok nektek mondjuk pár számítógépet. Jó lett volna. Van egy ilyen álmom, hogy nyerek 3 milliárd forintot, és abból szétosztok 100 milliót a nézőink között. Sőt, mivel most már 6 milliárd fölött van a fődíj, most már 200 milliót osztanék ki köztetek. És mivel vagytok itt 5-en, fejenként kapnátok 40 millió forintot. Na? Jól hangzik? Ennyiért már megéri drukkolni, hogy megnyerjem. Na lássuk. Ki jön velem? Oh. Tedd már át, kérlek. Jó, a kocsit itt hagyták nekem. Mik vannak még itt? Még egy adag ilyen. Még egy adag ilyen. Ja, meg ez is kell, mert van ilyen küldim. Ide jöttek volna? Ja, kiderítjük. Iha, na jó. Próbáljuk gyorsan kideríteni, aztán megyünk tovább. Semmit. Na jó. Most nem húzzuk az időt velük, mert be kell menni. Meg nem tudjuk, hogy hova ugrottak. Akkor a gyors kocsit választjuk egy kis turbózással. Először le kell tekernünk oda. És lehet is tovább menni. Jó, még egy elfér.
Szép lövés. Szép lövés. Kikerültem. You know the rules, and so do I. Ilyen. Nem is tudom. Red dot. Hogy állunk? Ó! Oh! Tulajdonképpen eléggé ramatyúl állunk ezzel. Meg ezzel. És még nincs red dot. Rácsaptam a lábujjamra. I just wanna tell you how I'm feeling. Gonna make you understand. Vagy valami hasonló. Ó! Sacrebleu! Mi van, Spiro? Megerőszakolom a füled? Sajnálom. A szupresszor? Őrmester. Feltűnt, hogy nem találok Ace-t. Mert nekem igen. De. Mert tudok ámén ilyen dalokat. Olyan korba születtem, amikor még jó zenék voltak. Oh! Odakint dúlnak az elemek. Belemegy a szemembe! Az biztos, hogy itt se normálisék laknak, hogy fényes nappal. Ez itt. És arról nem is beszélve, hogy nem szereltek fel hozzá kapcsolót. Ott megy a vezeték. Tiri, tiri, és hoppá! Hoppá! Azt szeretem különösebben a játékban, hogy olyan realisztikus. Bogdán. 5.46. Na jó. Irány a hegy. Jön az új hegylakó. Tudtátok? És nem magamról beszélek. Du-du-du-du-du-du. Remélem a Queen szám lesz alatta. Kicsit modernizálhatnak rajta, és nem arra gondolok, hogy Adam Lambert legyen Freddie Mercury hangja. Csak
kicsit mixeljenek rajta. Hello! Erre fel tudok menni? Sweet Jesus! Ha elég magasra megyek, akkor kinyílik majd az ejtőernyőm. Nézzétek, már jön mögöttem egy buggy. Jó. Köszönöm, Józsi. Mindannyiunkat megleptem ezzel. Legfőbbképp magamat. Azt gondolom, nem láttátok, hogy sikerült-e megölni a másikat. Azt nézzétek! Már megy is a BRDM. Ajaj. Nyílt mezőn szaladni, nem életbiztosítás. De meg kell tennem, mert nem jutott nekem más. Én se. Láttam, hogy megy a gránát, ott van két buggy. Ti. Az ott fegyver? Nem. Az ott fegyver? Nem. Mert látod, ott egy buggy, ott egy quad, és ott fönt volt még egy buggy. Hoppá! Tiri-ti-ti-ri-ti. Ó, köszönöm. Oké, okay. Nem megyünk messzire, azt is meg tudjuk tenni házak között. Miért is akarom ezt? Nem is kell. Negyvenen élünk! Édes Istenem! Van egy olyan érzésem, hogy itt már járt valaki.
És valaki arra fölfele megy. Van kettő ház balra, ami jó lehet. Az igen. Majdnem lelőttem egy kaktuszt. Nagy kaliber. Kakaó. Ja nem, teljes kávé. Switch to Panzerfaust Warhead. Au. Az a bokor mozgott. Íh, ez itt nagyon nincsen jó helyen. Ott a kocsi, ott az ember. Ott egy drop. Oh! Oh! Mr. Med lelőtte. És már lő valaki mást is. Jujjujjujjujjujj! Hujjujjujjujjujj! Na ezt most végig kell gondolni apukának. Oké, ott van egy, ő elindult. Helyes. Egyel kevesebb miatt kell aggódni. Édes Isten, mi van itt? Ez egy rohadt háborús övezet! Odáig el kéne jutnom. Úgy gyerekek, meghaltam. Megölt a kör. Mennek befele balról, jobbról. Ott egy buggy. Ott egy mesterlövész. Össze kéne húznom magam most már.
Van medkites küldetésem. Itt van valaki mellettem. Itt ül mellettem. Jó reggelt, Mr. Whipfly! Maradj mindig velünk, ha útra kelünk. Hív az édesapám. Hol is tartottam? Maradj mindig velünk, ha útra kelünk. Ő a rohadt élet. Micsoda szűkülés! Öt perc van jön édesapám. A végére? Igen, igen, édesapám szólt, hogy mi a helyzet, és ez azt jelenti nála, hogy ha nincsen dolgom, akkor szívesen meglátogatna, úgyhogy mindjárt meghalunk, és jön édesapám. Aha, ott van előttünk egy. Láttátok? Halljátok? Of the universe, here we belong. Du-dung. Fighting for survival, we've come to be the rulers of you all. Na, szar szűkülés, nyomott minket egy kicsit, és 5 kill. Köszönöm szépen mindenkinek, aki szemtanúja volt ennek a csodálatos körnek, amikor minden sikerült. Most jó, hogy Dragunov volt nálunk, mert most
ment a fejlövés. Na, Józsi, Vépláj, Spiro, Daniel, Bürgés Feri. Teljesen nagyon kellemesen a mai napotok. Józsi, gyógyulj meg. Köszönöm szépen a szabot. Nagyon jól esik kicsiny lelkemnek. És találkozunk lehet, hogy holnap reggel. Vagy ma este. Attól függ, hogy adja ki magát. Jók legyetek. Hello!